Ajándékok, amiket tombolán lehet megnyerni, DJ pult a színpadon, a megfelelő retro hangulatért. Így várták Attalán a jótékonysági bál kezdetét. A helyi óvoda megsegítésért szervezték a szórakozással egybekötött eseményt novemberben. Minden évben ezt meg szoktuk rendezni az óvodásaink javára. Tehát most már ez a harmadik éve, hogy én szervezem, én vagyok az óvodának a szülői munkaközösség elnöke, és nagyon-nagyon szívesen meg szoktam ezt csinálni, nagyon sok támogatónk van, úgyhogy, és ezekből a bevételekből az óvodát támogatjuk olyan szinten, hogy a gyerekek karácsonyra csomagokat kapnak, ebből mennek kirándulásra, tehát szülinapra kis apróságok, tehát minden ebből van finanszírozva. Általában jótékonysági bált szoktunk rendezni, de most így az utóbbi időben kicsit így összejött minden, úgyhogy az utolsó pillanatban szerveztük meg, ezért tudtuk csak összehozni ezt a retro bulit. Itt régen, régen volt itt a településünkön retro rendezvény, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ez jó ötlet. Most ugye, mint mondtam, hogy tehát elég későn kezdtük el szervezni, tehát most jóval kisebb bevétel jött össze, vagy jön össze, mert azért még a tombolát nem árultuk ki, de ilyen félmilliós haszonnal szoktuk zárni. Én azt szeretem ebbe az óvodába, hogy mindig készítenek mindenféle képet, hogy tehát megörökítik ezeket a kisebb emlékeket, tehát ez legyen szó farsangról, szülinapról, mindig minden gyerek meg van ünnepelve, és ilyenkor, amikor bontják a kis ajándékaikat, hát olyan boldogok. Közel 50 gyermek jár az óvodába. Attaláról és a környező településekről érkeznek a kicsik. Az óvodánkban 47 gyermek jár, két csoportban járnak összesen. A bálunk az már hagyományteremtő céllal évtizedek óta zajlik minden évben. Nagyon sokat jelent nekünk ez az adomány, mert szükségünk van a anyagi javaknak a pótlására. Ezeket a bálokból befolyt összegeket a gyerekeknek kirándulásokra, gazdag programokra, a gyerekhétnek a gazdag programjaira költjük, meglehetősen olyan ajándékokat tudunk készíteni ebből a pénzből, amik nem csak egyszerű csomagok, mondjuk egy télapói alkalommal, hanem fontos számunkra az, hogy egészségesek legyenek és minőségi dolgokat tudjunk a gyerekeknek adni. Nagyon sok fejlesztőjátékot szoktunk ezekből a összegekből vásárolni. Karácsonyra is nagyon gazdag kínálatunk van a fa alatt a gyerekeknek, ami természetesen nagy örömet szerez nekik. Ami a gyerekekhez közel áll, az leginkább az állatok, úgyhogy nagyon gyakran állatkertbe megyünk el. Voltunk már Siófoki, Vadasparkba, Veszprémben, legutóbb Bőszénfán. Ezek az utóbbi éveknek a nagy kirándulásai. Most még tervezünk egy szánkós kirándulást majd Leplényben. Reméljük, hogy azt is tudjuk majd finanszírozni az idén ebből az összegből. Közben a vendégek is kezdtek érkezni a jótékonysági retrobárra. Sokan vásároltak tombolát is, ahol a tárgynyeremények mellett ajándékutalványokat is kisorsoltak. A fődíj egy 100 000 forintos üdülési utalvány volt. A sorsolás előtt azonban a közös bulizásé volt a főszerep a táncparketten.